A Szabad Színház a székesfehérváriakkal közösen jó munkát végzett a hétvégén, úgy tűnt felvonulásukkal kiűzték a telet városunkból. A hideg idő azonban visszatér nagyjából egy hét erejéig. Szombaton már eshet az eső, és a levegő is lehűl. Az éjszaka során egy hideg front érkezik majd északi irányból, és hatására majd beborul az ég, és sokfelé várható holnap még inkább eső. Aztán ez a frontrendszer majd a vasárnapi napon behullámzik térségünkben, így visszatáncol majd ennek a csapadék zónája, ennek a frontrendszernek a csapadék zónája. Ebben még van bizonytalanság, hogy mennyire érkezik majd vissza a csapadék zóna. Most úgy tűnik, hogy inkább a déli vármegyékben számíthatunk majd csapadékra, de északabbra sincs teljesen kizárva, és amit még fontos kiemelni az, hogy jelentősen lehűl a levegő, vasárnap már inkább csak 2 és 7 fok között alakulnak a maximumok, és a hét elején is inkább az átlagosnál hidegebb idő valószínű, majd aztán a hét közepén kezd el enyhülni az időjárás. 10 fokos hőmérséklet legkorábban szerda csütörtök magasságában lehet újra. Amíg nem esik az eső, érdemes lehet szabadtéri programokon részt venni. Február 25-én például 10 óra 15 perctől újra bögre túra indul a Sóstóvadvédelmi Központtól. A felnőttek és gyerekeknek egyaránt izgalmas túra, körülbelül 2-2,5 kilométeres. A séta során a Sóstó élővilágát, érdekességeit ismerhetik meg a résztvevők. Fontos, hogy a sétára mindenki vigyen magával a bögrét is, mivel a túra után az útvonalon található növényekből készült teákat is megkóstolhatják. A Velence Korzón farsangi kürtös kalács, fánk és eszemiszom napok lesznek a hétvégén, ahol számos meglepetésben lehet része annak, aki elmegy például. Aki beöltözik, megvendégelik egy teára, de lesz óriási télbúcsúztató mágiarakás, tűzzsunglőr bemutató is.